A századforduló környékén épült létesítmény több szerepet is betöltött az évek alatt. Fogadóként, kultúrházként, művelődési házként, zeneiskolaként, végül pedig már csak könyvtárként üzemelt. Azonban ezek a változások sokszor lassú folyamatok voltak, és szükség hozta őket. Az 1890-es évek legelején már biztos, hogy létezett ez az épület, és szállóként, fehérlószállóként üzemelt, ugyanis van róla az újságban híradás. Az is valószínű, hogy nem az 1890-es években alakult, vagy jött létre ez a szálloda, ugyanis 1855-ben már 19 kocsmáros kért Tolnán üzemelési engedélyt, tehát valószínűleg az 1855-ös években már volt itt vendégfogadó. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon nagy szálloda volt. Ebben az időben körülbelül 1-2, maximum 3 szobája lehetett a szállónak. Nem is ez volt igazán a fő profilja, hanem a helyi népesség vendéglátása. Bálok voltak, bálok helyszíne volt, rendezvények helyszíne volt. Hetente egyszer volt például táncmulatság ebben az épületben, és az üzemeltetője az Verling Mihályné, Mezei Rozália, akit csak Száli néven ismertek. Bár az első világháborút túlélte, 1933. novemberében csődeljárást kértek ellene, és felszámolták a szállodát. 1934-ben pedig áruba bocsájtották. Innentől kezdve ezt megvásárolták Videman Györgyné, ő lett a tulajdonos, viszont nem fehérlószállóként, hanem dunaszállodaként üzemelt már. Az államosítás egy teljesen új funkciót adott az épületnek. Ezen időszakra datálható a könyvtár megnyitása itt. Azonban az ingatlan nem csak erre, hanem számos egyéb kulturális célra is használták. Valószínűleg ezt az épületet az 1952-53-as években államosították, és onnantól lett művelődési ház. Akkoriban itt volt a zeneiskola is, ide került a zeneiskola is ebbe az épületbe, és a könyvtár. Ugyanis az első, azt tudjuk, hogy az első könyvet 1953. október 1-én leltározták be a leltárkönyvbe, és Bali Jánosnél volt az első könyvtárosa ennek a könyvtárnak. Az 1960-as évekre már a művelődés központja lett ez az épület. Ugye addig minden üzemben voltak művelődési helyiségek, ezután is, de Tolna község művelődésének a központja ez a ház lett. Még ebben az időben is itt tartották a zeneiskolát az udvaron, ami a 8-ot végzett tanulóknak szinte kötelező volt. Itt tanulták meg a modern táncokat, és egy kicsit itt váltak felnőtté, ugyanis etikettet is tanultak. A könyvtár az 1988-89-ben költözött ide, ebbe az épületbe, akkor még a művelődési ház üzemelt. Ugyan nem művelődési ház néven, hanem a hivatalos neve Kulturális Intézmények Szakmaközi Egyesülése volt, mivel átvette a szakszervezet, tehát szakszervezeti intézmény volt egészen a rendszerváltásig. Akkoriban a vezetője Schmidt Józsefné Vali néni volt. A tolnaiak legnagyobb része már könyvtárként és művelődési házként találkozott ezzel a hellyel, ahol számtalan kulturális program, koncert, kiállítás megnyitó és egyéb előadás várta a látogatókat. A rendszerváltás után lett Tolnavárosi Művelődési Központ és Könyvtár a neve, és megpróbálták új tartalmakkal megtölteni. A könyvtár is addig a könyvtárnak voltak fiók intézményei, gyakorlatilag az összes nagyobb üzemben, gyárban, sőt Fácánkertben is iskolai könyvtárak is
ide tartoztak. Ezek lassan megszűntek, a könyvtár lett az iskolai könyvtárak mellett az egyetlen városi könyvtár. 2007-re annyira leromlott az állapota, hogy hát muszáj volt valamit csinálni. Akkor épült meg a Bezerédi Pál Sport és Szabadidőközpont, és az a döntés született, hogy nem érdemes ezt az épületet már felújítani, akkor a közművelődési része az oda költözött, tehát a műfáz része. A könyvtár maradt 2015-ig, amikor is életveszélyessé nyilvánították az épületet, és éppen a magház megépült, és ott kaptunk ideiglenesen egy termet, egy helyet, ahol most állunk, az a ugye szabadtéri színpadnak hívtuk már a 60-as években, de ez a kert helyiséghez tartozott, tehát itt étkezni lehetett az udvarban, asztalok, székek voltak kirakva, és bálok helyszíne volt, tehát tavasztól őszig, amikor szabadtéren lehetett lenni, akkor itt ezen a téren, ebben a kis szabadtéri helyiségben itt voltak a bálok, és itt voltak aztán később a tánciskolák is. A tolnai önkormányzat idén felvette az ingatlant a Top Plus projektek koncepciótervei közé, ami lehetőséget biztosíthat arra, hogy az épületet valamilyen formában felújítsák. Úgy néz ki, hogy van jövője. Egy időben el akarták adni, mindenféle ötlet volt, hogy mire hasznosítsák, és végül is úgy döntött a képviselőtestület, hogy megpróbálják rehabilitálni az épületet, és újra könyvtárként működtetni. A régi művelődési ház részt, ami a szálloda rész volt, az sajnos már menthetetlen, olyan mértékben elpusztult. Azt úgy tervezik, hogy lebontják és parkoló lesz a helyén, a könyvtár parkolója. Ez a rehabilitáció úgy valósulhat meg, hogy van a terület és településfejlesztési operatív program, ez a TOP program, és a TOP Plus-ban felvette a város képviselőtestülete a könyvtár rehabilitációját is. Éppen tegnap beszéltem alpolgármester úrral, aki közölte, hogy megnyitották ezt a pályázati lehetőséget, és többek között akkor a könyvtár felújítására is pályázni fognak, reméljük sikerrel. A tolnaiak remélik, hogy az épület továbbra is talán régi fényében fontos helyszínt fog biztosítani a település kulturális életének.